Ez a Pápavárosi Televízió hétfői hírműsora. Köszöntöm Önöket! Behavazott a város a hétvégén. Pápa belterületén és a városhatáron kívül is nehezítette a közlekedést a nagy mennyiségű hó és a hóátfúvásokat okozó erős szél. A városgondnokság munkatársai teljes gépparkkal és személyi állománnyal, valamint alvállalkozókkal szombaton hajnali 3 órától járták a település útjait. A munkába 3 teherautót, 4 kis traktort, személyszállítóbuszt, több hóekét és 7 egyéb gépet vontak be, amikkel szombaton 14, vasárnap pedig 10 órán át takarították a főbb útvonalakról, járdákról a havat. Ma a mellékutcákat tisztították meg, adott tájékoztatást híradónknak Bújics Lajos kommunális csoportvezető. Holnapra egyébként újra kisebb havazást, péntekre pedig 10-12 cm-es havat ígérnek a szakemberek. A Magyar Közúta Pápa környéki utakat takarította. Polgár Elemér üzemmérnökség vezető elmondta, a Bakonyalján és a Kemenes háton kevés hó esett, ott hóekével járták az utakat. Németbánya felé viszont 1,5 méternyi havat kellett letolni az utakról, Bakonybélben a hóeke 1 méternyi hófalat emelt az utak mellé. Ezt hómaróval takarítják, csak úgy, mint a városlőtt farkasgyepű szakaszt. A közút munkatársai hétvégén közel 20 autóval dolgoztak. 3 hómaró, 5 sószóró és 10 béreltgép volt az utakon. Vasárnapra már minden út járható volt. Módosul az útdíjrendszer, erről döntött a kormány. A múlt szerdai kormányülésen értékelték az útdíjrendelettel kapcsolatos észrevételeket, és úgy határoztak, hogy 2015. február 1-től a megyei matricák nem a megyehatár előtti utolsó, hanem a megyehatár utáni első csomópontig lesznek érvényesek. Továbbá ingyenessé tesznek több utat és hídat is. A változásokról dr. Kovács Zoltán és dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselők tartottak sajtótájékoztatót pénteken a Fidesz helyi irodájában. 2015. február 1-től a megyei matricák nem a megyehatár előtti utolsó, hanem a megyehatár utáni első csomópontig lesznek érvényesek. Ezzel az M7-es autópálya Veszprém megyei szakaszai a szomszédos megyékre érvényes matricákkal használhatók. Ugyanez az elv érvényes az M1-es autópálya Fejér megyei szakaszára is, mondta el dr. Kontrát Károly belügyminisztériumi államtitkár. Ha Budapestre valaki az M7-es autópálya érintésével utazik, akkor 2 matricát kell venni, egy Fejér megyei matricát és egy Pest megyei matricát, és évi 10.000 forinttól meg tudja oldani a közlekedését szembe az éves egész országra szóló 42.980 forintos matricával, tehát ez egy nagy előny. A 83-asról az M1-esen át Budapestre pedig egy Győr-Moson-Sopron megyei, egy Komárom-Esztergom és egy Pest megyei matricával, vagyis évi 15.000 forinttal megjárható a fővárosi út, tette hozzá Kontrát Károly. Az útdíj arányosabbá tétele a vidék 8 milliós lakosságának segít. Erről már dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, területi közigazgatásért felelős államtitkár beszélt, aki szólt arról is, hogy a kormány az 1470 forintos szolgáltatási díjat is eltörli, és kompenzációt nyújt azoknak a 4 vagy több gyermekes nagycsaládosoknak és mozgásukban korlátozottaknak, akik a D1-D2 kategóriában közlekednek. Ami azt jelenti, hogy a 8-9 személyes D2 kategóriába átsorolt járművek esetében, amennyiben azok 4 vagy több gyermekes nagycsaládosok. Ugye itt a mikrobuszoknál volt probléma. Ugye a 4 vagy több gyerek az azért számít, mert ugye ha az 6 fő, és az már személyautóban nem fér el. Valamint a súlyos mozgáskorlátozottak esetében, a kerekesszékeseknél pedig teljesen eltörli ezt, és a mentesülnek a D1 és D2 kategóriában az útdíjfizetési kötelezettség alól. Áprilisra már megkapják a kompenzációt a nagycsaládosok és a súlyos mozgáskorlátozottak, a kerekesszékesek pedig teljes egészében visszakapják az eddig pályahasználati díjra befizetett összeget. A tévesen megvásárolt matricák visszaváltására február 28-áig van lehetőség. Igazságtalannak tartja a Jobbik pápai alapszervezete a Bursa Hungarica elbírálás rendszerét. Töreki Milána, Jobbik Magyarországért mozgalom helyi alelnöke beszélt erről pénteki sajtótájékoztatóján. A felsőoktatásban tanuló diákok támogatását célzó programban csökkent a pályázók száma, és kedvezőtlen elbírálást kaptak a szociálisan rászoruló igénylők. Az alelnök ezzel kapcsolatban tett fel kérdéseket az érintetteknek.
A Bursa Hungarika egy olyan ösztöndíj, amellyel a település a saját felsőoktatási diákjait tudja támogatni. Ennek összege havi szinten körülbelül 3000 és 10000 forint közötti, ami településenként változik. Pápán 2012-ben közel 70 sikeres pályázatot bíráltak el. Ezzel szemben tavaly már csak 52, idén pedig mindössze 39-en kaptak pozitív elbírálást. Idén az előzőekhez képest nagy mértékben csökkent a pályázatot leadók száma, mondta el sajtótájékoztatóján Töreki Milán. A számok csökkenését egyértelműen a csalódottságnak tudják be, tette még hozzá. A támogatás automatikusan jár annak a pályázónak, akinél a család egyfőre jutó jövedelme nem éri el a 36 ezer forintot. 36 ezer és 50 ezer forint között méltányossági eljárásban döntenek a pályázat sorsáról. De nem minden rászoruló kapja meg a támogatást. Töreki Milán kirívó eseteket ismertetett. Két lány esete, az egyik egy egyetemi hallgató volt tavaly, a másik pedig még tavaly egy gimnazista lány volt, édesapjuk sajnos meghalt, és édesanyjuk ketten neveli, vagy egyedül neveli a két leányt, és tavaly őket se találta a bizottság eléggé rászorultnak arra, hogy a támogatást elnyerhessék. Egy másik esetet is említett az alelnök, amikor egy fiú egyfőre eső 41 ezer forintos családi jövedelemmel nem kapott felsőoktatási támogatást. A bírálat nem veszi figyelembe a család hiteltartozását és az oktatási intézmény lakhelytől való távolságát sem, állítja Töreki Milán. Ezért fogalmazott meg három kérdést is a városvezetésnek. Az első az, hogyan fordulhat elő, hogy drasztikusan csökkent a sikeres pályázatok száma így két év alatt. Második kérdés, hogyan lehetséges, hogy a fent említett esetekben negatív elbírálás történt, illetve a harmadik kérdést, amit meg szeretnénk fogalmazni, az pedig az, hogy lehetséges-e, elképzelhető-e az, hogy a méltányossági eljárás során a rokoni kapcsolatok, illetve a pártszínezető szerepet játszik. Az alelnök hozzátette, a Jobbik nem vonja kétségbe a döntéshozók szakmai rátermettségét, viszont úgy látja, a méltányossági szempontokat a bíráló szociális bizottság nem veszi maximálisan figyelembe. Nyílt napot tart a Tür gimnázium. Az intézmény szerdán a leendő kisgimnazistákat és szüleiket várja bemutató órára és tájékoztató előadásra. A 8 évfolyamos gimnáziumi képzés évek óta népszerű a városban. A nyílt napon a szülőknek az igazgató beszél az intézmény előnyeiről, a diákoknak pedig a leendő tanáraik csinálnak kedvet az iskolához. A bemutató foglalkozás szerdán 14 órakor kezdődik. A mostani negyedik osztályosokat várják nyílt napra a Tür gimnáziumba. A gyerekeknek játékos foglalkozással kívánnak kedvet adni a tűrös évekhez. A szülők pedig arról kaphatnak tájékoztatást, hogy milyen előnyökkel jár a gimnáziumi képzés, melyek azok a pluszok, amikben más vagy több ez a pápai intézmény. Mondta el Németh Zsolt igazgató. Azt gondolom, hogy mindenki számára fontos egy ilyen komoly döntés előtt, hogy megismerje azt az intézményt, illetve azt a képzési típust, ahová a gyerekét szeretné beiratni, hiszen ez egy olyan döntés, ami 8 évre szól. Egy 8 éves időszak nagyon hosszú a diák életében. Azt gondolom, hogy talán az egyik legfontosabb, hiszen nem csak a felső tagozat 4 esztendejét foglalja magába, hanem majdnem a gimnázium 4 évét is. A nyílt napra várják azokat, akikben már megfogalmazódott, hogy tűrös diákok szeretnének lenni, azokat, akik még gondolkodnak, és azokat is, akik egyszerűen csak kíváncsiak az intézmény bemutató foglalkozására. Az eseménynek hosszú időre visszanyúló hagyományai vannak, mondta az igazgató. A Tür gimnázium, bár a nevében gimnázium, azért mégiscsak olyan képzési intézmény, ahol a kicsikkel, az 5-es, 6-os, 7-es korosztállyal is tudunk foglalkozni, hiszen ez a képzés a mi intézményünkben már több mint 20 éves múltra tekint vissza. Az itt dolgozó pedagógusok nagy rutinnal rendelkeznek már abban, hogy ezt a korosztályt is kezelni tudják, ismerik és tudják, hogy milyen sajátosságaik vannak, milyen pedagógiai módszerekkel kell hozzájuk fordulni, és milyen lehetőségeik vannak arra, hogy a tehetségüket minél jobban fejleszték és kibontakoztassák. A Tür István gimnázium nyílt napjára, szerdán 14 órára várják az érdeklődőket. 2014. novemberében Homokbödöge és Nagytevel között tragikus baleset történt, melynek híre bejárta a sajtót. Az autót vezető fiatalember egy néptáncoktató volt. A hír hallatán a környékbeli néptáncosok egy jótékonysági estet szerveztek, melynek bevételét az áldozatok családjainak ajánlották fel. A legszomorúbb és legmegrázóbb dolog, ami életünkben előfordulhat, szeretteink elvesztése. 2014. novemberében Nagytevel településen
két család élt át pótolhatatlan veszteséget egy tragikus autóbaleset által. Így kezdte megnyitó beszédét Bán Éva, a Vadvirág Néptánc együttes szakfelelőse. A tragikus baleset hírére a néptáncosok azonnal hívták, keresték egymást, hogy miként tudnának segíteni. A jótékonysági néptáncest ötlete Müller Zoltáné volt. Részben a néptánc társadalmat is érintette, és az egyik kollégánk volt ennek a balesetnek az okozója. És együtt érzünk az elhunytak családjával is, de nyilván a kollégával is. Mindenki azonnal igent mondott a felkérésre. Az Ajka Padrakút Tánc Együttes, a Tánclánc Alapfokú Művészeti Iskola, a Pápai Vadvirág Néptánc Együttes, a Homokbödögei Alapfokú Művészeti Iskola és a Veszprém Bakony Tánc Együttes táncosai is több koreográfiával készültek az estére. Lássák azt az emberek, hogy azért a néptánc élet egy nagy szeretetben úszó társaság, egy komoly közösség, amelyik összetart és igyekszik a barátain és a körülötte lévőkön segíteni is adott esetben. A január 23-ai péntek esti jótékonysági néptánc est bevételek 200 ezer forint volt, 100-100 ezer forintot kap mindkét áldozat családja. Holnap újra számíthatunk havazásra, részletek az időjárásról most híreink után. Hajnaltól északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, csupán a Dunától keletre lehetnek kevésbé felhős területek és időszakok. A Dunántúlon több helyen valószínű kisebb havazás, a nyugati határ mentén havas eső is lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad, legfeljebb este a Kishalföldön élénkül és fordul északnyugatira. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -1 és -6 fok között alakul, de a hosszabb ideig derűs, havas területeken -10 fokig is lehűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul. Kedves nézőink, hírműsorunkat látták, tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra!